Tiszteletem, jó napot kívánok! Nézzük meg a Mazdánkat, hogy mit tud nekünk nyújtani. 2002. decemberi 2000-es turbodízel motor van benne, ez 101 lóerős, és igen, alacsony fogyasztású. Erről biztosan merem állítani, hiszen van nekünk is a cégnél Mazdánk. Elektromos ablakok, elektromos tükrök, ugye szervokormány, légzsák 2 darab, és ABS van az autóban. 136 ezer kilométer, és nézzük, hogy hogy indul az autó. Tehát így jár egy Mazda, 101 lóerejével, minden elaludt rajta. Van benne egy jó kis CD rádió, JVC, ez jól szól. Egy manuális klíma, ami tökéletes, hibátlanul fújja nekünk a hideg levegőt. Ugye mondtam a légzsákokat mind a két oldalon. Aztán az ülései szépek, tiszták, kellemes illat van benne, amit megszokhattunk itt az M3 Autópark autókereskedésbe. Tiszta és szép autókat próbálunk kínálni eladásra. Madonnát lezárjuk egy picit, hogy maradjon csöndbe. 2 év friss műszakival adjuk át az autónkat. Nézzük meg a hátsó üléseket is, hogy itt milyen. Itt ezt nem nagyon használtak, abszolút a nyoma sincs a használatnak. Itt tekerős ablak van hátul. Ugye ez egy kis ferde hátú autó. Jó nagy csomagtere van, lehet bele bőségesen pakolni, és lehet dönteni az üléseit 40-60%-ban, hátsó utasoknak pedig van fejtámlájuk. Ennyit tudtam róla elmondani, még de a motor felébe azért benézek, és megnézzük, hogy az milyen hangzavarral tud nekünk itt kedveskedni. Amúgy ő egy bézs metál színű autó, szerintem jó pofa, jó vonalvezetésű autó, nincs összetörve, nincs összekaristolva az autó. Nézzük meg a motorterét is. Tehát így jár a motorunk. Klímahűtőnk az forog, mind a veszedelem. Jó meleg van már most is, pedig még délelőtt van csak. Egy jó nagy akkumulátor, ez jól indította az autót. Tiszta és száraz a motorblokk. Szerintem erről ennyit. Tehát M3 Autópark, autókereskedés, Szentmihályi 90 szám, be tudnak ide jönni hozzánk 9-től 18 óráig. Vörös fohász kék tetővel nem fogják eltéveszteni biztosan, és a Mazdák sem, hiszen nagyon szép és szembetűnő lesz itt a kereskedésben. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, a viszontlátásra!